mert abban a nagy megtiszteltetésben és elismerésben részesültem, hogy itt lehetek. Andrzej professzor beszélt arról, hogy nagyon közeli munkatársa volt Smicsinszky professzor, és nagy megtiszteltetés számomra is, hogy itt lehetek. Egyébként Andrzejewski professzor bűnös, hiszen igazán néhány évvel ezelőtt ő vezetett be az emberi jogok témájába, úgyhogy még egyszer nagyon örülök, hogy itt lehetek. Több területről szeretnék beszélni, pszichológiáról, pedagógiáról és jogról. Én orvosprofesszor vagyok, a Lengyel Orvosi Egyetemen végeztem, de ezen felül pedagógus tanító is vagyok, és nagyon szeretek gyermekjogokról beszélgetni a gyerekekkel, mert úgy gondolom, hogy csodálatos például, amikor a saját lányaimmal beszélgetek a gyermekjogokról, ami elég nehéz számomra. De hogyha belegondolunk, amikor a gyermekjogokra gondolunk, akkor azt hiszük, hogy mindez már benne van a fejünkben, hiszen mindannyian úgy gondoljuk, hogy mindannyian voltunk gyerekek. Néha szüleink azt mondják, hogy gyerek, én felnőtt vagyok. Én egyébként az egyetlen fia vagyok a szüleimnek, két lánytestvérem van, és úgy gondolom, hogy ezt a gondolatot tovább kell vinni, és meg kell változtatnunk a gyerekkorról, a gyerekekről való elgondolásokat. És úgy gondolom, hogy itt inkább jogokról, nem pedig törvényekről kellene beszélnünk, hiszen arról a különleges kapcsolatról van szó, amely a gyerekek között, illetve a szülői hatóság vagy hatalom között feszül, ami egészen más, mint mondjuk egy rendőr hatalma. Talán mindenki látta ezt a filmet, egy Patch Adams film, Robin Williams-el. Dr. Patch Adamsről szól a film, aki maga is meg akar gyógyulni. Azt tudjuk, hogy Robin Williams itt öngyilkosságot követett el. Tehát nehéz a történet, terhelt a történet, de ez a történet azt a pillanatot juttatta eszembe, amikor gyerek voltam, és amint látják, elég furcsán beszélek angolul. Ez lesz egyébként a verbális terápia önök számára a következő percekben. De menjünk vissza János Korcsákhoz. Ez annak a filmnek a cím, a része, amelynek a címe Korcsák. Ez egy régi lengyel film. És ez egy csodálatos pillanat ebből a filmből, hiszen ő pszichológiai és pedagógiai professzor volt a különleges oktatási igényekkel, nevelési igényekkel rendelkező gyermekeknek létrehozott iskolában, de a Varsói Egyetemen is tanított a II. Világháború előtt, és itt azt a pillanatot láthatjuk, amikor a diákjaikat a röntgen szobába bevitte, ebbe a különleges szobába, és láthatjuk, hogy itt látható egy kisgyerek is, egy kislány. Azt látjuk, hogy beküldte oda ezt a kislányt, és beállította a röntgengép mögé, és azt mondta a diákjainak, hogy jegyezzétek meg ezt a pillanatot, jegyezzétek meg ezt a nézetet, a szemeket, és figyeljétek meg a röntgenképen egy félő, szorongó gyermek szívét. Emlékezzetek erre a pillanatra, amikor egy szorongó gyermek szívét látjuk. Mert hogyha a gyermekjogokról, a gyermekek jogairól akarunk beszélni, akkor vissza kell térjünk a boldogság területére, valamint a szomorú pillanatokra is, a gyermekkorunk szomorú pillanatait is át kell éljük. De ez az a pillanat, amikor visszagondolunk a nagyszerű jogászainkra, és mindenki emlékszik, amikor az ókori római jogot tanulta, amelyben az édesapa kapta a legnagyobb jogot arra, hogy mindenben döntsön a gyerekkel kapcsolatban. Nem csak a házasságáról, hanem olyan dolgokról is, hogy életben maradjon-e a gyermek, vagy meghaljon.
például a fogyatékossággal élő gyerekek esetében tudjuk, hogy hosszú évekkel ezelőtt az ókori Rómában például a törvény nem segített a gyerekeket abban, hogy életben maradhassanak. Volt egy olyan pillanat is a történelemben, például nem csak az ókorban, hanem a középkorban is, amikor azt gondoltuk, hogy a gyerekek ugye nem felnőttek, tehát nem 100%-ban teljes emberek. Tehát nem 100%-ban humán lények. Ez egy nagyon rossz időszak volt. És most az egyezménynek köszönhetően már tudjuk, hogy a gyermekkor, illetve a gyermekség, a gyermeki lét egy egyedi, hatalmas érték. Nagyon fontos a történetünk szempontjából. És azt is tudjuk, hogy nagyon fontos a gyerekek szülők közötti kapcsolat, a jogok és a kötelezettségek közötti harmónia. Amikor a gyermekek jogaira gondolunk, akkor ezen jogok elemeire is gondolunk, például az élethez való garanciára, a biztonságra, a méltóságra, ami nagyon fontos, amelyek nagyon fontos tényezők a gyermekek létezésében, például az iskolában. Az is fontos, hogy néha félelem szorongat minket, félünk a hatalom és tekintély elvesztésétől. Lengyelországban van egy olyan mondás, hogy a gyermekek és a halak nem beszélhetnek. Ezt néha a saját édesanyám is mondta nekem, amikor politikáról kezdtem el beszélni. De tehát nagyon jól ismerem ezt a mondást, azonban azt is tudjuk, hogy a gyermeknek joga van ahhoz, hogy felszólalhassanak. Beszéljünk ugye a vízióról és a hagyományokról. Tehát a gyermek jog területén ezek a részek is nagyon fontosak. Tehát ugye Andrzej professzor is kifejezte, hogy a jog és a pedagógia közötti összefüggés, együttműködés is fontos. És ugye beszélhetünk a gyermekek jogairól, de vannak felelősségek is. Egy pszichiátriai kórházban dolgoztam korábban professzorként, ahol gyermekbetegek is voltak, és emlékszem egy fiatal fiúra, aki odament az ápolónőhöz, és azt mondta, hallgasson meg, van egy ombudsmanom, vannak jogaim vannak, önnek pedig kötelezettségei vannak. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes pillanat a gyermekjogi vitában, hogyha csak a jogokról beszélünk, a felelősségek és a kötelezettségek nélkül, és erre még vissza fogok térni. Gyermekjogok és felnőttnek álcázás. Ez alatt például azt értem, amikor gyermekeket felnőttnek öltöztetnek. Ez a pszichopedagógiában egy másik veszélyes pillanat, mert ilyenkor a gyerekre, mint egy mikrofelnőttre gondolunk, egy kicsi felnőttre. Nem, a gyermeknek joga van ahhoz, hogy gyermek maradjon. János Korpcsák azt mondta, hogy nincsenek gyerekek, csak emberek vannak. Ezzel 100%-ban a személy méltósága szempontjából egyetértek, de azért azt sem szabad, hogy elfelejtsük, hogy ezek a gyermekek gyerekek. Nincs meg a megfelelő tapasztalatuk, tudásuk ahhoz, hogy például komplikált, bonyolult morális dilemmákban döntsenek. És nem szabad elfelejtenünk, hogy ugyan valóban emberek, de egyben gyerekek is, és joguk van gyermeki hibák elkövetésére. A paternalizmus jó is lehet, meg szörnyű is lehet. Ha a családon belüli erőszakról beszélünk, akkor tudom, hogy ez egy szörnyű dolog. Lengyelországban a pedofília elleni állami bizottság tagja vagyok, és nagyon jól ismerek olyan konkrét eseteket, amikor az édesapák szörnyű dolgokat tudnak elkövetni, például a lányaikkal. De azt is tudom, hogy számomra egy hatalmas kaland, hatalmas megtiszteltetés, hogy édesapa lehetek. És vannak olyan helyzetek, amikor a három lányok közül egyiknek azt mondom, hogy ezt nem teheted meg azért, mert szeretlek. És akkor visszafordulnak, és azt mondják, hogy ez egy nagyon paternalista felfogás, hogy mondhatsz ilyet, és erre az a válaszom, hogy azért tehetek ilyet, mert kötelességem az, hogy az általam látott konkrét veszélyektől megóvjam a lányaimat.
ami pedig a gyermekjogokat illeti, a gyermekek különböző jogokkal rendelkeznek. Ugye említettem már a hatósághoz, a hatalomhoz való viszonyt. Sokszor azt gondolják, hogy a szülők hatalma nagyon rossz dolog. Lengyelországban folyik egy diskurzus ebben a témában. Van egy olyan vélemény, hogy meg kell változtatni a szóhasználatot, és a szülők fennhatósága helyett a szülők felelősségéről kell beszélnünk. Ezzel nem értek egyet, mert úgy gondolom, hogy a szülők és a gyerekek közötti kapcsolat egy egyedi kapcsolat. Természetesen a szülők tanárok közötti kapcsolat is nagyon fontos, de a szülők gyerekek közötti kapcsolat, tehát az anya, apa és gyerek közötti kapcsolat egy különleges kapcsolat. Egy gyermek jogai a családban valósulhatnak meg teljes mértékben. És a gyermekjogi egyezmény ezt nagyon világosan megfogalmazza. A család egy csodálatos hely a gyermekek felnövekedéséhez és felneveléséhez. A gyermekek jogai és a gyermekek szükségletei természetesen nem függnek a kötelességek teljesítésétől. A jog vajon nevel? A törvénynek erős nevelő ereje van, ezt tudjuk, és képes pozitív hatást gyakorolni a társadalom egészére, illetve az egyénre is. De ugye van, a jog pedagógiája is létezik. Tehát ugye először volt a törvény, aztán következik a felnevelés, neveltetés, amely lehetőséget kínál számunkra, hogy elgondolkodjunk erről a jogról. Tehát igazából a neveltetésünk formálja a tudatunkat, és amelynek során kritikus véleményeket fogalmazunk meg bizonyos témákban, ezzel jobb törvényeket tudunk kialakítani, ami megint képbe hozza a neveltetés kérdését. Ami pedig a jogi oktatást illeti, tudjuk ugye, hogy a második világháború előtt volt ugye János Korcsák, de volt Leon Petrozsivszky, jogfilozófus is, aki a jogi oktatásról beszélt, illetve arról beszélt, hogy fontos, hogy a szülők, a hatóságok beszéljenek a jogról, kritikus gondolkodásmódot alakítsanak ki, és erkölcsi tudatosságot fejlesztenek ki a fiatal emberekben, a gyermekekben, tehát ő is hallotta a hangját. Volt még valaki, aki rámutatott a törvény általi demoralizációra. 2014-ben, ha jól emlékszem, Lengyelországban heves viták folytak a betegjogokról. Ahogy mondtam, ombudsman voltam egy pszichiátria osztályon, és biotikus is vagyok, és 2014-ben heves vita folyt a fiatal emberek, illetve főleg fiatal lányok jogáról, hogy 15 éves korban saját maguk fogamzásgátló eszközöket vásárolhassanak a gyógyszertárban, családi, szülői kíséret nélkül. És akkor az egészségügyi miniszter, aki egyébként gyermekorvos volt, azt mondta, hogy a fiatal fiúknak, lányoknak joguk van arra, hogy szülői kíséret nélkül fogamzásgátló tablettát vásároljanak a gyógyszertárban. Miért is? Mert ahogy hallottuk az érsek úrtól, erre természetes joguk van, és Lengyelországban az a szörnyű helyzet alakult ki, hogy egy fiatal lány, egy fiatal fiú nem döntheti el a saját kapcsolatát mondjuk egy orvossal. Gyakorlatilag konkrét jogok állnak rendelkezésre, amelyek azt mondják, hogy 16 éves kortól dönthetnek, ami egyfajta demoralizációt eredményez. Mert például előfordult egy olyan helyzet, amikor egy fiatal lány bement a gyógyszertárba, és egy fogamzásgátló tablettát kért. És
ugye nekem, mint apának nem segít a törvény abban, hogy megtudjam ezt a nehéz helyzetet. Szerintem ez egyfajta demoralizációt okoz. Itt láthatjuk Francis Mazurek atyaszavait a Lublini Katolikus Egyetemről, aki azt mondta, hogy nem mindenfajta nevelés eredményezi az emberi jogok tiszteletben tartását, ami egy nagyon fontos szempont, mert ha az emberi jogokról, a gyerekjogokról akarunk beszélni, akkor nem szabad elfelejteni az etikai vonatkozásokat, az értékeket, illetve a gyerekek és a család, elsősorban a szülők közötti egyedi kapcsolatról, hiszen a szülők ismerik legjobban a saját gyereküket. Lassan a végére érek. Még röviden szeretnék az önoktatásról, önnevelésről beszélni, illetve ennek a fontosságáról. A pszichopedagógia területén első lépésként gyakran halljuk azt az elemet, hogy nem akarunk büntetni, el akarjuk kerülni a büntetést, jó gyerekek akarunk lenni, azt akarjuk, hogy pozitívan beszéljenek rólam. Tehát a gyerekek azt szeretik hallani, hogy jó gyerekek, jó emberek. Ami pedig a moralitás fejlődését illeti, nagyon fontos, hogy saját kritikus öntudatosságot alakítsunk ki, elemezni tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, meg tudjuk ezeket különböztetni. De a saját tudatosságunk építésének ezen eleme szorosan kapcsolódik az anyával, apával meglévő kapcsolathoz, az azokkal a személyekkel meglévő kapcsolathoz, akik szeretik a gyereket. Tehát ezért fontos, és ezért más az anya és az apa fennhatósága a tanáréhoz képest. Mert amikor én fennhatóságot gyakorlok a saját gyerekem fölött, akkor az a szeretetből fakad, hiszen én szeretem ezt a gyermeket. Ugye Faralicski atya azt mondta, Szavalóni atya, bocsánat, azt mondta, hogy amikor a gyerekekben gondolkodunk, akkor vissza kell gondolnunk a saját gyerekkorunkra, azokra a helyzetekre, amikor örültünk annak, hogy látunk, találkozunk valakivel, illetve azokra a pillanatokra is, amikor szomorúak voltunk, hiszen ez lehetőséget teremt arra, hogy egy egészséges dialógus kezdjünk a gyerekeinkkel. Talán mindannyian emlékeznek ebből a filmből erre a jelenetre. Én nem vagyok teológus. Ahogy korábban említettük, már János Korcsák volt az első gyermekjogi ombudsman. És tudom, hogy vannak, akik istenhívők, vannak, akik nem, ez mindenkinek a saját véleménye. Nem az általános hitről szeretnék beszélni, hanem a pedagógiai perspektíváról. De én, mint pedagógus, amikor az Új Testamentumot olvasom, és ugye elérkezek ahhoz a pillanathoz, amit mindenki ismer, hogy ugye Jézus azt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Jézus idejében, Jézus Krisztus idejében a gyermekeknek nem volt értéke, nem voltak fontosak. Senki nem gondolkodott a gyermekkorról. Nem volt semmiféle pszichológiai aspektus az Új Testamentumnak. Ez nem volt fontos téma, és hirtelenül jött egy tanító, egy fiatalember, egy csodálatos személy, aki az adott embert látta. Például a filmben láttuk ezeket a konkrét gyerekeket, és azt mondta erre ez a tanító, hogy Jézus Krisztus, hogy engedjék hozzá a gyerekeket, és ő alárendelte magát ennek a helyzetnek, nem uralta ezt a helyzetet. Tehát ahhoz, hogy hatékonyan meg tudjuk védeni a gyermekek jogait, fontos, hogy lássuk, halljuk ezeket a gyerekeket.
meghalljuk a hangjukat. Köszönöm a figyelmet!